Oké, okay, akkor folytatjuk a játékot szépen, hol abba hagytuk. Szóval akkor a Chaisit, a Sarah-t felrakták erre a vonatra, aztán... Ja, többet nem tudom mondani, meg kell menteni. Itt a legtöbb ajtó el van zárva, szóval ez azt fogja jelenteni, hogy én alig fogok elmenni, hogy nem fogok kapni egy kulcsot. Na jó. A játék annyira nem hosszú, ha jól számoltam, talán 10 vagy 11 pálya van az egész játékban. Mondjuk a Condemnation igazából 10 pálya volt, aztán azok eléggé hosszúak voltak. Jó. Na, mennyi shotgun kell még belétek? Úgy igen, adtam volna a revolver is, de én shotgun fan vagyok, tehát a Doom-ot is inkább csak azért toltam. Na jó, akkor itt van az a hely, ahol kell kulcs például. Nyilván a későbbi pálya részekre, de... Ja. Amúgy... Lehet, hogy én érzem furána, de... De az irányzás így késetetve, egy csúsztatva. Szerintem azért, mert vonatos pályán megyek és így pattog az egész. Tehát adja a feelinget tényleg, hogy a vonaton vagy valami mozgó járművön. Mert más esetben ez nincs meg, vagy például a Bloodnál is így... Zakatol a vonat ezerrel, de mégsem érzem azt, hogy történik bármi is. Vagy nem érzem, hogy a vonaton lennék. Na jól van. Ezek üres kocsik. Itt valami. Van új titkos hely? Nem, nincsen. Oké. Okay. Majd már a videó is láttam, ahol a videókészítő az el tudta érni, hogy a modell, milyen modell, a fegyver sprite-ok azok távolabbról látszódja, tehát többet láthassunk itt abban megrajzott modellekből, és kaptam lőszert. Shotgun, jó van, sörétet. You're outnumbered! Ez is üres, vagy csukott, zárva. Jó van, egyáltalán kaptam bármi kulcsot? Nem igazán. Akkor az jó lesz. Oké, okay. Akkor ez így jó lesz már az elején, hogy nem tudtam kulcsot. Ezt az ajtót kihajtom valahogy, hát ez jó. És akkor kinyitom minden ajtót, mert azt nem hiszem, kihez milyen kulcs kell, hogy milyen ajtóhoz milyen kulcs. Na mindegy, leszemélyeztem az ajtókat, hát ezt csak én tudom csinálni. Na jó, akkor te vagyok a shotgun tölténnyel. Jó, akkor nézzük a következő ajtót is. Na akkor itt van az új fegyver, a lefűrészecsőű shotgun. Az a baj ez a fegyverre, hogy lefűrészecsőű, szóval sokkal nagyobb lesz a szórása. Akkor itt van már ez is, akkor ezt nem tudom kinyitni még most se. Vagy ez arra jó, hogy a későbbi pályarészt nyissam ki, mert üdvettem, hogy ahol mi le van zárva. Ja, mert a többi az így nyitva van. Oké, a szájharmonikát azt kapjuk bőven. Ez legalább egy jó jel. Na, akkor itt is vagyunk. Double kill. Persze egyesést tudok lőni, csak arra nincsen sok esélyem, hogy eltaláljam úgy. Miből vagy? Vagy csak szimplán akkora a szórásra, mint a Doom 3-as shotgunnak. Don't be a fool, Marshall. Még a shotgun animáció nem jó, csak lenyitja a csöveket, de semmi nem csinál. Meg hogy nyitja le? Tehát nincs az a eszköz, amivel jelenne fordítani, értitek? Biztosan van megnevezése, csak nem tudom. Jó, hát annyira nem baj, csak például a sima shotgunnál ez meg van animálva, hogy újra tölti rendesen. Nagyon nincsen meg animálva. Csak olyan hihetőbb itt az újra töltés, mint a másiknál, mert az oké, nem látszik a kéz, csak na, hiányos. Na mindegy, nem probléma, nem kell túl sokat kötekednem. Ha így beáll... Ah, mindegy. Az jó, na inkább akkor elváltok át. És ott hátul vannak ellenfelek. Az igen. Most már nem reagáltok arról, hogy lelőlek titeket? Most a fine kulcsom is van? Oké, mert csak ez a kettő, akkor nem kell visszafele mennem. Ó, mit látok szemeim? Oké. Ezt nem tudom kinyitni, vagy mi? Az, hogy a pattogás, mert hátrávesik a karakter, aztán ezáltal nem tudom meghatározni, hogy
hogy nyiba van-e vagy nem. Na mindegy, ezt jól megmondtam. Na, akkor meg az utolsó kulcs. Vagy rész kulcs, a Breath of Rays. Na jó, ezt így kinyithatom, és akkor lehet, hogy ott lenne a boss fight, de oda kettő ajtó, amit nem nyitottam ki, szóval ide lenne megnézni azokat is. Akkor nem. Ó, nagy medikit. Na itt valami. Vagy inkább valaki. You're outnumbered. Semmi. Előre. Vagy inkább vissza. Oké, akkor mi lettünk Freeman. Akkor lehet, hogy a következő ajtóhoz már ez kell. Én még valami legesleg hátul. Ja, akkor szerintem megvoltam. Akkor erre a pajszerre szépen átváltok. Oh, hello! Jaj, Istenem, ez jó volt. És mi van ennyi pick-up itt? Vagy mi van ez a pick-up, amikor már úgy is... Jó, hát tudom, hogy gyorsan berohannok az ajtóba, aztán meg lehet oldani. Hello! Jaj, mi van a civilek? Oké, van medikit. Ez is megvan. Oké. Még valami. Ennyi? Na jó, akkor én itt meggyógyítom magam. Ó, ne! A rohadék, a genya elvitte. Flashback. De mekkora az a pisza hozzá képest? Jaj, ne, mesterlövészek. Oké, akkor ez a rész is megvolt. Akkor már itt fogom folytatni. Addig is sziasztok.